A legfőbb kérdés ez. Vajon esélyes-e az osztrák válogatott a magyarokkal szemben? Még néhány perc, és a híres Prater stadionban mindenre választ kapunk. Diamantopoulos, a szép nevű görög bíró vezetésével fut ki a pályára, a mi szerintünk 99. az osztrákok szerint 100. magyar-osztrák mérkőzés 22 játékosa. Bemutatjuk az osztrák csapatot. Hanapi, Schlegel, Körner 2, Brozek, Barsan, Koller, Halla, Röpl, Otzwil, Probst, Schmid a kapus. Két világhírű játékos, Puskás és Otzwil választ. A szerencse Puskásnak kedvez, ő választ kaput. És már kezdődik is a játék. Probst indítja el a labdát, Brozek a jobb összekötő kapja, és már is szép az osztrákok támadása, átjönnek a magyar térfére, ott azonban mesterien avatkozik közben, Lórán, bravo, Lórán, nagyszerű volt az emelés, és most nézzük a gyönyörű magyar támadást. Sándor adja előre a labdát Kocsishoz, Kocsis továbbítja visszafelé, szélsebesen száguld el a szélső a labdával, ott van már lenne az osztrákok alaponalánál, ott azonban Barsan fölvágja. Szabad rúgás tehát a magyar csapat javára, nyilvánulik befelé a labda, átszáll a fejek fölött, és Halla a jobb szélsőből lett jobb hátvéd kezeli a labdát. Továbbítja előre, és kialakulhat az osztrákok támadása, és pedig úgy, hogy Hanapi küldi tovább előre a labdát a félvonal tájékára, ott megszerzik az osztrák játékosok, villámgyors támadás alakul ki, igen érdekes változatos a játék azonban. Most nagyszerű volt Bozsik szerelése, Szojka kapja meg a labdát, laposan vágja előre, ott azonban Hanapi minden labdán rajta van, továbbítják megint előre, azonban a magyar kapu előterében Molár nerész rávetődéssel tisztáz. Nagyszerű volt a védés, és már is Puskás nyargal előre a labdával, ragyogóan ugratja ki Hidekuti visszafelé adja a labdát, aztán vegyvesélye, lövés, gól! Oda sem szagolt Schmid, olyan erővel vágódott be a jobb felső sorokba a magyar csapat vezető gólja. 1-0 az eredmény a miénk javára, és most lantos, biztos lábbal rombol küldi előre a labdát. Hidekuti nyargal el, micsoda fiatalos hévvel szágult. Elhúzza a labdát Otzwil mellett, aztán Brozek mellett is, befelé gurít, Puskás ballal lő, óriási lövés, de Schmid véd helyét, olyan bement volna, milyen kár. Így az osztrák védelem föl tud szabadítani. Előre jön a labda Körner 2-höz. A bal szélső vágja át, a Lestjan is helyzetben légy, és légerez, elfut a láb ellen, aztán profi a labda, lövés, gól! Egy-egy az eredmény, óriási az öröm a nézőtéren és a pályán egyaránt. De most újra magyar támadás következne, ezt azonban megint csak az osztrákok szerzik meg, Probstnál a labda, tovább itt a lövés, és a lövés után csak úgy forzik a mész a vonalon. Kirúgás után a magyar csapat támadása következik, ott van a labda Hidekutinál, Hidekuti szépen elhúz a védők mellett, továbbítja Puskás felé a labdát, Puskás mellett ott áll Hanapi, nem sikerült a cél, de kár, Szojka kapja meg a labdát, továbbítja vissza Puskáshoz, de hiába emeli be most a bal összekötve a 16-osan belőle, Kocsis le sem volt. Zavadrúgás előre ívelődik ismét a labda, Schlegel állítja le, továbbítja befelé, ott van Probstnál, egy csel, még mindig az évé a labda, lövés azonban, már könnyedén védeni tudja a labdát. Kijön a 16-osig, az osztrákok minden játékosunkat szorosan fedezik. Most rúgja előre, Puskási a labda, Puskás hogy rohan előre, higanyszerű a mozgása, Hanapi azonban megállítja, hazafelé gurítja a labdát, Rökülnek, ott terem Sándor, bravo Sándor, nagyszerűen küzd a labdáért, elhúz vele, Rökül megtámadja, és az onnalvonalon kívületele befelé száll a labda, hű, ha nem Hidekuti, hanem a labda esik be, így azonban hiába nincsen újabb gól. Bozsik szerzi meg most a labdát, továbbítja előre, Hidekuti elől, Hanapi viszi el, Hanapi milyen jó formában játszik ezen a mérkőzésen, Kolleri a labda, Koller elhúz, aztán továbbítja előre, most Probst nyargal át a magyar térfére, viszi fölfelé a labdát, Lantos megállítja, szerel, tovább előre, Puskásé a labda, Puskás egy pillanatig kivár, aztán mesteri szöktetés, Hidekuti lő, gól! Ragyogó akció, mintaszerű gól! Hidekuti egészen hátulról ugrott ki a labdáért, de már is az osztrákok jönnek előre, megint Probsté a labda. Probst továbbítja Kollerhez, Koller lő! Olá kiöklözi a labdát, Probst lő, gól! Hű, de gyors volt, de az osztrák kiegyenlítő gól, már is 2-2.
2-2 az eredmény, nekünk Puskástól előre a labdával, aztán Hidegkuti szépen elhúz, vissza Puskáshoz a labda, Puskás még egy cselt akar csinálni, röviden gurítja Hidegkutit, Hidegkuti vissza felé teszi, fenyvesi, halla két lába között, gurítja el a labdát, nagyszerűen megy el a bal szélső, na most egy szép beadás, jól száll befelé a labda, azonban elszáll Kocsis feje fölött, ha egy kicsit későben ugrik fölfejelni Kocsis, no így viszont Kocsisnak kell rámenni a labdára, még az övé, most továbbítja laposan visszafelé, Buzánszki ballába íveli befelé a 11-es pont tájékára, ott elszáll a labda a fejek fölött, és már is osztrák támadás alakul ki. Schläger vágja előre a 16-oson belülre, Olá könnyedén öleli magához a labdát, hogy aztán hosszú ívben dobja előre Puskás lábára, mennyit mozog Puskás, minden támadásban benne van, most is szépen viszi fölfelé a labdát az osztrák térfére, remekül megy előre, aztán Hidegkuti a labda, Hidegkuti megállítja, maga elé teszi, most egy pillanatig kivár, aztán gurít szafelé Kocsishoz, Kocsis leadja, de Barsan jól avatkozik közben, és a bal hátvéd tör előre a saját 16-osától egészen a bélbabaltájékára, viszi fölfelé a labdát, még mindig az övé, most adja tovább Robsnak, a kitűnő formában lévő középcsatár laposan gurítja előre Brózekhez, tovább előre Gollerré a labda, és Puzánszki az utolsó pillanatban tisztázó alapon a labdára. Milyen érdekes, izgalmas a játék, 2-2-nél, Schläger íveli befelé a labdát, Olá remekül öklözi kifelé, Fenyvesi hátra a labdát, segít a védőknek, letoppolja, maga elé teszi, így kell ezt ilyen fiatalossal, lendületesen, aztán tovább Hidegkuti, a Hidegkuti Puskással játszik össze, Puskás megint elindul a labdával, viszi fölfelé, vezeti, maga előtt dologatja, és aztán Schmid kapus öklözi ki az előre ívelt labdát. Ott van Zojkánál a leadás, azonban nem jó osztrák játékos lábára száll, Schläger jön hátra az osztrák térfél közepére, onnan indítja előre az osztrák támadást, Robszé a labda, ő egy csellel elmegy, még mindig az övé, most ugratták kifelé, Schlägert azonban Fenyvesi, nézzük Fenyvesit, a bal hátvéd posztján szerzi meg a labdát. A félidő eredménye 2-2. A magyar csapat kezdi a második félidőben a játékot. A hátvédektől kerül előre a labda, de az osztrák játékosok szerzik meg is. Már is veszélyes osztrák támadás alakul ki. Ott van Probstnál az osztrák csatársor legjobbjánál a labda, küldi előre a jobb szél felé, a támadás igen veszélyes helyzetet teremt, lövés! Azonban Olá nem tudja takarítani a labdát. Rögtön kidobja előre, és már is szép magyar támadás fut előre. Csándori a labda előre vágja, azonban hiába most a második félidőben már több a pontatlan leadás. Az első félidő sokat kivett mindkét csapat játékosaiból. Ott küldi ismét visszafelé a magyar térfére a labdát. Ott Bozsik szerzi meg, Sándornak adja. Sándor nagy harcban van a labdáért, mégis Hidegkuti élet. Aztán tovább előre Kocsisé, Kocsis gyönyörűen veszi le a labdát, kivár egy pillanatig, aztán továbbítja Hidegkutit. Hidegkuti is megvárja, aztán balra küldi a labdát, Puskás nagyröccsel lő, és a lövés elcsúszik a jobb alsó kapufa mellett. Ez bizony nem mehetett volna. Újabb magyar támadás, Sándoré a labda, küldi tovább Kocsishoz, Kocsis vissza Sándorhoz, de szép ez a magyar támadás. Sándor elszáguld a labdával, rögtön megtámadja. Sándor kivár, aztán visszafelé küldi, Hidegkuti leveszi a labdát, ráteszi a jobb lábára, küldi tovább Kocsishoz, Kocsis visszafelé meredeken előre Hidegkutihoz, azonban Schmidt most fölszedi a labdát, kidobja előre Kolleri a balösszekötőjét, ő kivágja a másik oldalra, veszélyes osztrák támadás, Probst lő, hey, most szerencsén van, a labda elcsúszik a jobb alsó kapufa mellett, ez bizony meleg volt. Azonban a magyar támadást látunk. Kocsis a bal összekötő helyén fut föl a labdával, küldi tovább Szojkáé, aztán Hidegkuti a labda, Hidegkuti átvágja a másik oldalra, Puskás gyönyörűen stoppolja le, elhúz Anapi mellett, szépen viszi fölfelé a labdát, vissza Hidegkutihoz, de nem jutnak lövéshez a magyar csatárok. Hidegkuti most előre lendül, 18 méterre a kaputól lő, levágódik a labda újra Hidegkuti elé, Schmidt kapus kifut a kapujából, kiöklözi a labdát, és aztán biztosan magához öleli. Rögtön kidobja előre, most Ottfők indítja el az osztrák támadást, Barsan bal hátvédnél van a labda, tovább kerül előre, ott van Probstnál, a középcsatár áttör a magyar térfére, elhúz Szojka mellett, és most két régi ismerős, Dóránt és Probst csak össze. Dóránt elterül a földön, Probst oda megy, föltámogatja, Dóránt már a talpán van, hiába kemény legény, baráti figyelmeztetés Probsthoz, és aztán Olá kapus küldi előre már is a labdát az ötös vonalról. Magyar támadás alapul ki, Kocsisnál van a labda, szép kényelmes futással hozzá át a félvonalon túlra, megvárja, míg a többiek fölhelyezkednek, aztán hogy a Hidegkuti hoz a labdát, Hidegkuti újra előre, ott van Kocsisnál lövés, dermesztő pillanat az osztrák szurkolók számára, de Schmidt kapus védeni tudja a labdát. Nagy magyar nyomás van most az utolsó percekben, megint a miénk támadnak, Sándor előtt a labda lövés, azonban a lövésben belelépnek, szögletrúgás következik. Puskás végzi el, jól ívelődik befelé a labda, kifejelik, óriási kavarodás van ott az osztrák 16-os tájékán, támadás követ, Ottfürknál van a labda, már teljesen besötétedik, amikor a bal fedezet hosszú rugással küldi előre. Ebben a pillanatban megszólal a játékvezető is hisz. Mégben a Práter Stadionban tehát 2-2 arányú eldöntetlennel ért véget Magyarország és Ausztria találkozó.